Jó napot kívánok, köszöntjük Önöket innen ismét a Kazinci Ferenc Múzeum raktárából. Újabb érdekes tárgyakat mutatunk be Önöknek. A mai alkalommal dr. Somlóné Szemler Ágota adományából mutatunk be darabokat, pedig üvegeket. És ezen belül is találtam egy nagyon érdekes üveget, nézzük meg ezeket. Tehát több... Érdekes formájú üveg került hozzánk ettől a hölgytől. Ezek között vannak különböző likőrös üvegek, egyéb valamikori különleges funkciói üvegek, gyógyászatban használatos üveg például. Ami viszont a legérdekesebb volt, az egy teljes üveg, amely feliratos, és így természetesen mesél is nekünk. A felirata az az, hogy Budapesti Központi Általános Tejcsarnok RT. Na hát megnéztem, hogy mikor is létezett ez a Tejcsarnok RT, és kiderült, hogy 1883-ban a Budapesti Központi Tejcsarnok szövetkezet megalakítása után 1885-ben egy másik a tej ellátással foglalkozó szervezet is létrejött, ez a Központi Tejcsarnok RT. És ebből a két szervezetből 1916. augusztus 12-én hozták létre a Budapesti Központi Általános Tejcsarnok RT-t. Ugye mi volt ebben az időszakban? Hát a háborús időszak volt, amikor is tejhiány volt, és egyébként nem csak tejhiány, hanem ö, egyéb ö, élelmiszer is hiányzott. És ö, a Budapest teljellátásáról elkezdtek gondolkodni a főváros vezetői, és tulajdonképpen ez hozta létre ezt a céget is. Tehát nem csak ö, ezt a ö, szervezetet hozta létre a város, hanem, mert tulajdonképpen ettől nem lett volna több tej a fővárosban, hanem főváros közeli uradalmakba körülbelül 400 tehenet hozattak föl, illetve a másik érdekes dolog, hogy Svájcból kecskéket hozattak, és ezt az újpesti piacon, vagy vásáron adták el, ezzel is enyhítve a fővárosiaknak a tejhiányát. hiányát. Ennek a az RT-nek a fő részvényese a Budapesti Állatvásár Pénztár RT volt, ami ugye a, tulajdonképpen maga a főváros, és bekapcsolódott a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is részvényesként. Egyébként teivókat és kávéházakat működtetett ez az RT, a legismertebb ebből az Erzsébet téren volt Budapesten. Amit még tudunk a részvénytársaság működéséről, hogy 1942-ig működött. Ebben az adománycsomagban van még egy teljes üveg. Igaz, hogy az jelöletlen, tehát nem mesél nekünk ennyit, mint ez az előző. És igaz, hogy a tejekkel már foglalkoztunk, de mindig kerülnek elő újabb tárgyak, és ezekkel együtt újabb érdekes történetek. Köszönjük szépen a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.